patak, a régi jó barát. Nagyon nagy tisztelettel és büszkeséggel állok itt, és örülök, hogy egy iskolaváros polgármestereként mondhatok kettő gondolatot arról, hogy miért fontos most itt lennünk, és mekkora esemény ez a város életében is. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor pár éve azt a döntést hozta a város vezetése, hogy a református közösségre bízza ezt az ősi gimnáziumot, akkor sokan féltek attól, hogy mi fog bekövetkezni. Én köszönöm a hagyarási református gyülekezetnek azt, hogy nem csak számában, hanem a tantárgyi feltételekben is egy gyarakodó iskolát működtet együtt a várossal, és ez szerintem egy nagyon nagy eredmény. És arra szeretném kérni a diákokat, akik itt ülnek, amikor majd belenyúlnak a kis tasakukba, amit most a vállukon hordanak, abban találni fognak egy jelvényt. Van, aki születése okán, van, aki az itt töltött évek alapján egy picit mégiscsak nánásinak vallhatja magát, és abban bízom, hogy egyszer, amikor majd használni fogjátok ezt a kitűzőt, ami a város címere, akkor az büszkén tegyétek, és sose kelljen szégyelni azt, hogy hagyjonáláson születtetek, és hogy itt tanultatok. Nem csak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent. Figyelj az ünnepre. Tisztelt ünneplő közösség, kedves ballagók! Mi most arról az ünnepnapról beszélünk, melyeknek csak az iskolai és a családi naptárban van nevük és címük. A búcsúzás napjainak utolsó órái ezek, hiszen az elmúlt hetekben a ballagásra készültünk. Tudatosult, észre kellett vennünk, hogy távolodunk valamitől. Egy állapottól, egy életszakasztól. És most egyszerre vége a középiskolás éveknek. A gondtalan vagy olykor gonddal terhes kamaszkornak. Valami más lép helyébe, valami új következik. Hol van már 2016? 2018? Annyi minden történt, és oly sok minden kimaradt. A gimnazista éveitek eleje a klasszikus forgatókönyv szerint zajlott. Tücsökavató, gólyatábor, ismerkedés, összeszokás, pozíciószerzés. Majd a világjárvány fölülírt mindent. Azt tapasztaltam, hogy nagyon nehéz dolgotok volt végzősként. Másfél év otthon. Erő és jellempróba. A kitartás, a türelem. A fegyelem, a fegyelmezettség, a becsületesség, a hit és a bizalom próbája. Helytáltatok, helytáltunk. Így azonban nem volt egyetlen perc lazítás sem ebben a tanévben, már aki komolyan vette a tanulást. Sűrű, eseményekben, számonkérésekben gazdag időszak van mögöttetek. Ám ennek az életszakasznak a legnagyobb megmérettetése hétfőn elkezdődik. A centi, ami a cések termében jelezte a tanév végét számotokra, elfogyott. Tudom, hogy ezt a szót hallani sem szeretitek, de az érettségi vizsgák ideje elérkezett. A Hajdonállási Református Egyházközség Presbitériuma maga az egyházközség nevébe, abba a kis batyuba engedjetek meg néhány igét elmondjak, szívetekre helyezzek. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus általati javatokra. A lelket ne oltsátok ki,
a prófétálást ne vessétek meg, de mindent megvizsgáljatok, és a jót tartsátok meg. A gonosznak pedig minden fajtájától iszonyodjatok. Így szól az Úr, légy hű, mint halálig, és néked adom az örök életnek koronáját. Legyetek hűek Istenhez, népetekhez, hazátokhoz, városotokhoz és önmagatokhoz. Amen. Áldás békesség, áldás békesség, gratulálunk! Áldás békesség, áldás békesség, gratulálunk nektek, áldás békesség!